No, hát én most már az ebédszünet kontójára beszélek, úgyhogy ez a fitness program része. Ez a fitness program része, ma nem Ha a hagyományelvről van szó, világos, hogy az 500 éves reformációra emlékezve a torzult hagyomány problematikájával kell kezdenünk, ami a 16. század elején már komoly kérdéseket vetett föl. Meg kell vallanom, ilyen téren nem feltétlenül a 16. századot tekinteném önmagában mérföldkőnek, hanem már a 15-et, hiszen ha visszalapozunk a skolasztikába, akár a nagy Akvinói Tamáshoz, még azt találnánk, hogy a szentírás a hitterén elégséges, és a hagyományok alapvetően az egyházi szertartásokra, az egyház fegyelmi rendjére és a szentségekre vonatkoznak. Tehát magyarán szólva bizonyos értelemben a protestáns állásfoglalás a szóla szkriptúrával közelebb van a skolasztika hagyományához, mint a barokk katolikus teológia. Ez csak zárójelbe jegyzem meg, hogy itt egy nagyobb ív játszódik le, amibe a 16. századi reformáció természetesen szorosan belekapcsolódik. Luthernél olvassuk, Szóli sunt Organa Christiani Hominis, a keresztény embernek csak a fülek az érzékszervei. Világos, hogy ezzel nagyon sarkosan akarja kifejezésre juttatni, hogy a szentírás a végső, kizárólagos alap, amelynek a szavát a hallásunk által befogadjuk, és ebből kifolyólag a teljes egyházi gyakorlatnak állandó kritikája, szűrője és mércéje a szentírás lesz. Itt, de, itt természetesen nem arról van tehát szó, hogy ne lehetnének az egyház életében gyakorlatok, amelyek emberi öltők során rögzülnek és alakulnak ki, de arról igenis szó van, hogy minden gyakorlatnak, ami az egyházban megjelenik, szükségszerűen a szentírása, a bírája. föntartható vagy sem, megőrizendő vagy sem, hiteles vagy torzult, ez mind-mind a szentírásra vezet vissza, és így ilyen értelemben azt kell mondanunk, hogy amikor Luther látszólag hagyománykritikát gyakorol, akkor ezt a kifejezést, hogy hagyománykritika nagyon jól és nagyon helyesen kell megértenünk, hiszen ahogyan Rükelt is figyelmeztet erre, nem szabad azt gondolnunk, hogy Luther, ahogy ő fogalmaz, egyfajta biblia monizmust hirdetne, vagyis hogy gyakorlatilag valamiféle fanatikus és kizárólagos biblikus csőlátásban gondolná el az egyház létezését. Az egyházban, mint emberi közösségben rengeteg olyan dolog van, ami az emberi közösség életéhez hozzátartozik, Luther maga is gondoljunk bele, még a teológiában is hivatkozik a patrisztikára, sőt adott esetben akár még a középkori skolasztika megfontolásaira is, és világos, hogy ezek az elemek vissza kell, hogy tükrözzék, hogyan válik elevenni az egyetlen egy írás az aktuális életében az egyháznak. Ez a kérdéskör azonban, ahogy említettem, a barokk idején, ha szabad így mondani, mind a két oldalon kissé eldurvult a szembenállásnak a retorikája, vagy a polémiának a retorikája mind a két oldalon radikalizálódást eredményezett. Úgy a szól a szkriptúra értelmezése és gyakorlatra váltása terén, mint a katolikus oldalon a hagyományelv megfogalmazása terén, ahol tudjuk jó, hogy a katolikusok elmentek egy egészen torz, két forrás elméletig, vagyis hogy a Szentírás és a Szent Hagyomány két olyan forrása az isteni kinyilatkoztatásnak, amely tartalmában is külön áll egymástól, amiből persze következik, hogy rengeteg olyan igazság van, amit csak a szent hagyomány tartalmaz, és még implicit módon sem kell, hogy benne legyen a Bibliában. Zárójelben megjegyzem, ez egy életveszélyes pálya, mert a hagyomány lényege az, hogy nincsen leírva. Ha viszont nincsen leírva, honnan tudom, hogy mi van benne. Hát azt majd megmondja a pápa vagy a püspökök. Most innentől kezdve ez az elv azt jelenti, hogy a pápa azt mond, amit akar dogmatikus kérdésekben is. Nincsen senki és semmi által kötve. Egyébként, hogy ez a veszély ott lógott a levegőben, ezt mi mutatta meg a legjobban? Hát a 19. századi ultramontanizmus, az első vatikáni zsinat utáni áramlatok, a kérdést aktuális a 20. században az asszumpta dogma teszi, Szűzmária mennybevételének a dogmája, ahol ott lóg előttünk a kérdés, lehet, hogy egy olyan dogmát hirdet most ki a katolikus egyház, ami csak a hagyományban van, és nem tart igényt arra, hogy bármilyen módon szentírási alapozást nyerjen. Elképesztően izgalmas vita volt, és ráadásul egy olyan vita, ami visszavezetett Trident újraolvasásához. Tehát gyakorlatilag az asszumta dogma vitája és a hagyományelv kapcsán kibontakozó vita azt eredményezte, hogy a Trienti zsinat 1501 és következők pontjait, vagyis ugye az 1546 áprilisi nyilatkozat, a kinyilatkoztatásról és ugye utána egy dekrétum a vulgáta edíció tipikájáról, még katolikus részről is újraolvasást igényelt, mert kiderült, hogy ahogyan rögzült ennek a szövegnek az olvasata, részben a párhuzamos idejű Melchior Cano, részben Bellarmin Robert alatt nem felel meg a zsinat szándékának. Tehát kázi a barok teológia nem volt tridentista a szent hagyomány vonatkozásában. Zárójel, ez nagyon érdekes kérdéseket vetett föl, például az, hogy elképzelhető -e, hogy a tridenti atyák között voltak szólaszkriptúrások 1546-ban, hát hogy ne? Hogy ne lettek volna? Tehát világos, hogy amikor a zsinat a kérdésről beszél, azért olyan kimért, azért olyan óvatos az a szöveg, amit az 1501. pontjában a Denzingernek olvasunk, mert ez egy nyitott szöveg, és tudatosan nyitott szöveg akar lenni. Érdemes a február és április közötti zsinati viták jegyzőkönyveit átolvasni. Ez nem barok teológia, ami ellen reformátori hévvel íródik, ez egy 1540-es évek állapotát tükröző, nagyon nyitott szöveg. Így tehát a 20. században, amikor az újraolvasás elindul, mind a két oldalon szükségessé válik, hogy történjék valamiféle állásfoglalás a hagyományelv terén. Érdekes módon protestáns oldalról hamarabb születik meg a szöveg, mint katolikus oldalról. A Faith and Order Bizottság 4. Montrealban tartott 1963-as konferenciájának van egy záró dokumentuma, amelynek a címe Írás, hagyomány és hagyományok, ahol az egyes -egy számban álló hagyomány nagybetűvel értendő, hogyha most itt a magyar nyelvre akarok kanyarodni. A, az alapproblematika mi? A 48. pontban olvassuk. Minden kereszténynek nevezett hagyomány hordozója a nagybetűs hagyománynak? Hogyan különböztethetjük meg az igazi nagybetűs hagyományt, az egyszerűen csak emberi hagyományoktól. Hol találjuk meg a hiteles nagybetűs hagyományt, és ellenben hol találunk kevéssé érvényes, hanem egyenesen torz hagyományokat. Na most itt a dokumentum egészére nem akarnék kitérni, arra hívnám föl a figyelmet, hogy a szövegen végigvonul egy nagyon tudatos szóhasználat az egyes -egy számú nagybetűs hagyomány és a több-egy számú kisbetűs hagyományok közötti hullámzás lévén, hogy a nagybetűs egyes -egy számban éltett hagyomány, az valójában a Krisztusi önátadás szintjére vezet vissza. Ugye a Krisztus Traditus, aminek igen-igen sok jelentési szintje van. Az Atya és a Fiú Szent Háromságon belüli viszonyától kezdve egészen az egyházi hagyomány folyamatig, aminek az első aktusa Jézus és az apostolok között játszódik le. És ettől el kell, hogy különítsük azt, amit egyébként a skolasztika is elkülönített, hiszen az egyházi hagyományokat nem tradíciónésznak nevezte, hanem úzusznak megszokásnak, konszvetúdónak, eszébe nem jutott volna, hogy például a misézési rubrikákat hagyománynak nevezze, az nem hagyomány, az szokás. Tehát világos, hogy itt a szöveg elolvasata már visszavezet minket egy helyesebben értett katolicizmushoz is, Na most innentől kezdve persze a moreáli dokumentum azt is leszögezi, hogy mivel a nagybetűs hagyomány direkt és közvetlen módon soha nem hozzáférhető, hanem mindig leképeződik valamilyen hagyomány alakzatban, ami az egyház életében megjelenik, ezért szükségszerűen a szentíráshoz kell visszakanyarodnunk, hogy a torzultat a helyestől elkülönítsük, és ezért is lesz a hagyomány kapcsán kibontakozó ökumenikus párbeszédnek a kulcsa a szentírás értelmezések párbeszéde a keresztény közösségek között. Hiszen csak akkor leszünk képesek a hagyomány problématikára világosan Válaszokat találni, hogyha a Szentírás értelmezésének az alapelvi szintjeig visszanyúlva tudunk egységet teremteni. Ilyen értelemben tehát összegzőleg azt mondhatnám, hogy itt egyfajta tiszta beszéd valósul meg, hiszen Világossá válik, hogy a protestantizmus az nem a hagyomány kiiktatása, hanem egy nagyon pontos és nagyon alapos differenciálás a Krisztusi hagyomány nagybetűvel és az egyházban megjelenő alakzatok között, azzal a nagy kérdéssel, hogy mi a kritérium, mi a norma, hogyan tudom elkülöníteni az egyes alakzatokat, mérlegelni és megítélni ezeket. Ezzel kapcsolatban egyébként nagyon nagy konvergencia mutatkozik a Dei Verbum 8. pontjával, ahogyan a második Vatikáni zsinat az élő hagyományt megint csak nagybetűvel egy-egy számban definiálja. A zsinat kommentárok fölhívják a figyelmet arra, hogy mivel a Montreali dokumentum már 1963 végére hozzáférhető volt széles körben, a Dei Verbum szövegezése során, ami 1965-ben zárul le, a zsinat leghányattatottabb történetet, tehát a végszavazás előtt egy héttel még írják át a szöveget, mert gyakorlatilag már a kiadott szövegnek van egy második kiadott szövege, Dénu Emendatus, tehát magyarán szóva killódik a zsinat a Dei de pont ezeken a pontokon, és itt nyilvánvalóvá válik, hogy amikor megfogalmazódik a Dei Verbum 8-ban a nagy, az élő, a szent hagyománynak a gondolata, az egy halatlanul erős konvergenciában van, a monreáli dokumentummal. Zárójelben megjegyzem, hogy amikor az élő hagyományt úgy jellemzi a Dei Verbum 8, hogy az Viva Vox Evangelii in Ecclesia, az evangélium eleven hangja az egyházban, tulajdonképpen visszanyúlhatnánk egészen Lutherig, és addig a gondolatig, hogy mi is akkor itt a lényeg. Hogy az evangélium az nem egy halott betű, egy halott szöveg, ami alapján lehet okoskodni, hanem például az ige hirdetésben élővé váló szó. És hogy ez az élővé válás itt a játék lényege, ami körül minden megfordul. A zsinat és morreál utáni ökumenikus párbeszéd szempontjából, tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a morreáli dokumentummal és a Deiverbum második fejezetével adva van egy jó keret. Itt most csak a Luteránusok Világszövetségével folytatott párbeszéd egy kiemelt momentumára emlékeztetnék, ami gyakorlatilag az 1972-es Máltai jelentés. Ez tulajdonképpen a két közösség közötti párbeszéd első szakaszát lezáró dokumentum 1972-ből, címe az Evangélium és az Egyház. Ennek keretében az Első része a dokumentumnak az evangélium és a hagyomány viszonyát vizsgálja. Itt nem annyira az a kérdés, hogy csinálunk -e egy szisztematikus hagyományelméletet. Ez nagyjából implicit módon már adott. Sokkal inkább az, hogy milyen viszonyt tárunk föl írás és hagyomány között. Na most. A dokumentum kimondja természetesen, hogy a Szentírásnak elsőbsége van az egyházal és következésképpen a tanítóhivatallal szemben. Ezt ugye egyébként a Dei Verbum is végül kimondta, e körül azért voltak zsinati viták, ezt most hadd ne részletezzem. És ebben ezért leszögezi, hogy az egyházi hagyományoknak lényegüknél fogva nyitottnak kell lenniük a Szentírásra, csak addig van élétjogosultságuk, ameddig azt a célt szolgálják, hogy a Szentírás szava az egyház életében elevenné váljon. Ez viszont azt is jelenti, hogy a hagyomány alakzatok lehetnek sokfélék. Az adott kortól, helytől, kultúrától, rengeteg körülménytől függően. Mert nem a hagyomány alakzatok egysége jelenti a hitnek az egységét. A hitnek az egysége annál mélyebben, ha szabad így mondani, azok alatt és azok hátterében van. Záróes megjegyzés, valószínűleg a katolikusoknak a hétköznapi gondolkodásukban ez jelenti az egyik legnagyobb problémát, hogy amikor az egyház egységéről beszélnek, ők az alakzatok egységét akarják mindenáron, de ez nem a hitnek az egysége. Itt egy akkora defektus van a közgondolkodásban, tehát szintelcsúszás. Nem abban akarunk egységesnek lenni, amiben egységesnek kellene lennünk, és amiben egységesnek kellene lennünk, az már kevésbé érint meg minket. Tehát gyakorlatilag akár csak itt a magyar egyházi közéletre utalok, milyen egyház egyházzene, milyen liturgikus szokások, milyen ruhák, milyen egyházfegyelmi szabályozások, de akár az Amoris Leticia terén is a fölmerülő kérdések, itt a jegyes oktatás, vizsgálatok, stb. terén, de azt mondom, hogy aki azt hiszi, hogy ettől egységes az egyház, az, hogy is mondjam, valószínűleg az első fél éves dogma vizsgáján nem lett volna szabad, hogy átmenjen, mert az alap maradt ki. Ezek alakzatok, nem a hit. És gyakorlatilag a Máltai dokumentum ezt nagyon világosan kiemeli. Ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy ez a jelentés, nagyon jól összegzi, hogy Montreal és a második Vatikánum a máltai jelentésben találkozott itt, ami érdekes lenne még, de ebbe hadd ne menjek bele, hogy a többi ökumenikus párbeszéd folyamat Ugyanilyen jellegű konvergenciát mutat. Tehát itt hivatkozhatnék a metodistákra, például, vagy a baptistákra. Tehát nem szabad azt hinnünk, hogy itt csak az Evangélikus katolikus egyház talál egy konvergencia pontot a hagyományról való gondolkodásban, ez ennél egy sokkal tágasabb konvergenciát mutat. Mi az, ami ennek a konvergenciának a szíve? Az az ős kijelentés, hogy Mind a szentírás, mind a nagybetűs hagyomány Istennek a Jézus Krisztusban beteljesült önközlését közvetíti. Ha tetszik, hanem a hagyomány kérdést ezt nem egyháztani, hanem kinyilatkoztatástani keretbe kell helyezni ahhoz, hogy jól olvassuk. A Szentírás pedig ilyen szempontból írott megtestesülése az élő hagyománynak. Ennek van egy kronológiai oka, hiszen a Krisztusi Húsvét eseményeitől az első evangéliumok szövegezéséig csak a szóbeli hagyományban, a kérügmában létezik, ha szabad így mondani, a Krisztusi kinyilatkoztatás teljesség. Tehát világos, hogy ezt senki nem fogja megkérdőjelezni se katolikus, se protestáns oldalon. Harmadik konvergencia pont, ami szikla alapnak számít, hogy az apostoli hagyomány nem azonos az egyházi hagyományokkal. Soha nem volt azonos azzal, és soha nem is lesz azonos azzal. Természetesen vitatkozhatunk arról, hogy milyen átfedés van, milyen kötődés van, milyen átívelés van, de azonosság közöttük nem jelenthető ki. És azt a katolikus egyház sem fogja megkérdőjelezni, hogy a hagyomány végső normája és kritériuma a Szentírás. Egyébként a Dei Verbum implicit módon ezt szintén kimondja. Ahogy ezt fundából tanítani szoktam, a hagyomány legalábbis a katolikus felfogás értelmében norma normáta. Egy másik normának alávetett norma, a Szentírás azonban norma non normáta. Semmilyen más normának alá nem vetett norma. Tehát ezzel viszonylag egyszerűen lezárhatjuk a kérdést. És éppen ezért fontos, hogy ha az Isteni ige élővé, jelenvalóvá válik a közösség életében, a későbbi nemzedékek során is, akkor az mindig a hagyomány elevenségének a sajátos jele, ami világos, hogy a Szentlélek nélkül elképzelhetetlen lenne. Emellett természetesen vannak eltérések is, tanítóhivatal szerepe, mi a szerepe pápának, a püspöki kollégiumnak, a hagyomány és a szentírás közötti közvetítésben, adott esetben az megítélésében a kérdéseknek. Elégséges-e csak a közösség és a szentlélek sajátos kegyelme ahhoz, hogy egy hagyomány folyamatban tudjunk gondolkodni, vagy szükség van valamiféle intézményességre? Ezzel átköthetnék a papi szolgálat kérdéséhez és hogy az, amit a katolikusok a Dei 8-ban élő hagyománynak neveznek, melyik elemével azonosítható be a protestáns testvérek teológiájának? Azonos-e az eleven ige hirdetéssel, nem száz százalékig azonos azzal a kettő, pontosan milyen viszonyban áll? A nézeteltérések tehát ilyen szempontból alapvetően mind-mind az intézményes egyházi szintjeinket érintik, és a látható, kézzelfogható eh, hagyományalakzatok viszonyait. Zárásképpen pár gondolatot hadd engedjek meg a hagyomány jelentősége a teológiában témakörben, mint egy útkeresés terén. Több teológus úgy véli, mint például Roger Schütz vagy Max Turian, hogy eh, amikor a Dei Verbum megfogalmazza a katolikus egyház kinyilatkoztatásra vonatkozó tanítását, és ezen belül a hagyományról vallott fölfogását, akkor tulajdonképpen törleszt egy nagyon nagy tartozást. A 16. század óta nyitott Kérdésekre próbál a katolikus egyház választ adni. Tehát, ha szabad így mondani, a luteri vagy reformátori fölvetésre a dei verbummal próbál az egyház felelni. Ezzel együtt persze azért markánsabb egyéniségek, mint Kárbált fölhívja a figyelmet, hogy ott a dei verbum 9-10-ben bekövetkezik az infarktus Koncílii, Hát ezt talán nem kell külön lefordítanom, ez így a latin tudásunkkal beazonosítható. Amikor kvázi becsúszik a képletbe a tanító hivatal, ahol bárt egyenesen azt mondja, hogy az kifejezetten dicséretes, hogy a barokk forrás elméleten túljutottunk, az azonban kifejezetten aggasztó, hogy helyette mintha egy három forrás elmélet lépne elő, vagyis a szentírás és a szent hagyomány mellett ott található a Tanítóhivatal és Bártot az nem nyugtatja meg, hogy a Dei Verbum egy fél mondattal odaírja, hogy természetesen a tanítóhivatal alá van vetve a szentírásnak, tehát szolgáló funkcióban van, mert ezzel együtt ott van továbbra is a nyitott kérdés, ami a katolikus teológiának komoly házi feladat, hogy amikor arról beszélünk, hogy a tanítóhivatal alá van vetve a Szentírásnak, és emellett azonban ott van egy nem írott hagyomány, ami konstitutív. Ugye hatodik Pál ebben az értelemben kért egy kiegészítést a Dei Verbum 9. pontjában, hogy van konstitutív hagyomány, vagyis olyan hagyomány, ami alapvető az egyház élete szempontjából, akkor ezek a kijelentések hogyan valósulnak meg a gyakorlatban? A tanítóhivatal helyesen, hogyan éli meg a szentírásnak való alávetettségét, és hogyan tudja a soha le nem írott hagyományt, ha szabad így mondani, szolgai alázattal őrizni, úgyhogy soha ne bírói, bírói pozícióban viszonyuljon hozzá. Ez, ha szabad így mondani, tényleg egy olyan problematika, ami miatt Bált egyezesen azt mondja, hogy az első és a harmadik fejezet fényes és ragyogó a Dei no de a másodiktól homályba borul az egész. Tehát ezt én nem feltétlenül osztom Bált szeretett markáns dolgokat mondani, ezért inkább egy kicsit odakanyarodnék Edmund Schlingnek a véleményéhez, aki szintén onnan indul el, hogy Túl tág és túl meghatározatlan az a képlet, amit ezen a téren a dei verbum ad, és ilyen szempontból a szisztematikus teológiai kérdéseket nem igazán válaszolja, meg ezzel mindenképpen egyet tudunk érteni. Azzal fel, nem feltétlenül kell egyetértenünk persze, ahogy egyes kommentátorok mondják, hogy itt csak szép szóvirágok vannak a tanítóhivatal szolgai pozíciójából, mivel hogy Schling szerint pont ezt a szolgai pozíciót támadja legalábbis az ő evangélikus teológusi szemszögéből a tévedhetetlenség kielentése és a tévedhetetlenség alkalmazása adott esetben a Szentírás és Szent Hagyomány kapcsán is. Éppen ezért, ha ma utat keresünk, akkor itt vannak szisztematikus kérdések, amiknek a mélyére kell mennünk, és ezzel zárnám az előadásomat. Az első, az rögtön egy kulcsfogalom, az evangélium. Azt talán tudjuk a teológiai tanulmányainkból, hogy a kinyilatkoztatást ma nagyon gyakran használjuk, de először a tanítóivata csak az első vatikáni zsinaton alkalmazza, szakkifejezésként, terminus technikusként. Még a Trientis inat is evangéliumról beszél, amikor a kinyilatkoztatás teljességet akarja jelölni. Tehát az evangélium nem a négy kánoni evangéliumot jelenti, hanem a Krisztusi kinyilatkoztatás teljességét. Azonban még itt is ott a kérdés, hogy ahogyan a teológia az evangélium szót használja, az visszaadja-e a Szentpáli teológiában betöltött jelentőségét vagy erejét ennek a szónak? hogy az evangélium nem egyszerűen betűbe leírt kinyilatkoztatás, hanem az elevenség, az erő, az hatalom, az üdvösségnek a ható ereje a hívő életében. És ez a kérdés miért halatlanul fontos? Mert ha Peter Neuner azt mondta, hogy a megigazulástani vita az egyik legfölöslegesebb vita volt a teológia történetében, akkor én hozzáteszem, hogy a Szentírás Szent hagyomány materiális viszonyáról folytatott vita a másik ugyanilyen szinte tökéletesen értelmetlen kérdés fölvetés, mert amennyiben az evangélium szó integrális értelméből indulok ki, az írott és a szóbeli formális, külsődleges és tartalomorientált szembeállítása előbb-utóbb értelmét kell, hogy veszítse. Az én szavam lélek és élet. Na most innentől kezdve az evangéliumban betűt látni tintát és papírt, és ezzel szembeállítani egy nem betű, nem tinta, nem papír hagyományt, az egyik legértelmetlenebb, hogy is mondjam, félrekezelése az egész kérdésnek. A második, a Szentírás az Egyház Életében címmel szerepel ugye a Dei Verbum utolsó fejezete, amit protestáns körökben is nagyon pozitívan olvastak sokan, ugyanakkor, többen fölvetik, hogy ezt a kérdést még jobban el kéne mélyíteni. Mert ott azért kicsit formalizálódik ilyen kérdések, hogy ige hirdetés, egzegézis, ez mennyiben forrása a spiritualitásnak, teológiának, de még tovább kéne menni. Egészen le a keresztény létezés bázisaig, a hívő létezés szempontjából, már pedig ez az egyház élete, mit jelent számomra az Isten szava. A harmadik pedig egy Mondhatni módszertani szükségszerűség, végre észre kéne venni, hogy a hagyománya sok eltérő dolgot jelent. Az egy gyűjtő fogalom, és síkjai vannak a jelentésének. És nem mindegy, hogy amikor mondok valamit a hagyományról, melyik értelemben használom a hagyomány szót. Arról beszélek, ahogyan az atya átadja vagy kiszolgáltatja a fiút. Arról beszélek, hogy Jézus tanítja az apostolokat? Arról beszélek, hogy az apostolok a kérügmatikus tanítást átadják, ugye ahogy Pálnál ez megfogalmazódik, amit magam is kaptam, azt adom át nektek. Amit Parelabon kaptam, azt átadom, átadtam, Paredóka, odaadtam, átadtam nektek. Vagy ha az egyház életében ennek a továbbfutásáról beszélek, ez lehet szukcesszió apostolika, lehet külső formák nemzedékről nemzedékre örökített átadása, és így tovább. Nagyon nem mindegy, hogy miről beszélek, amikor hagyományt mondok. És éppen ezért azt kell mondanunk, hogy itt vannak azok a szisztematikus kérdések, amikben igenis szükség van arra, amit Krisztóf Teobáld a II. Vatikáni Zsinat kapcsán úgy jellemez, hogy a zsinat igazi célja nem a kérdések újfajta megválaszolása volt, hanem a rekadrázs, az új keretbe foglalás. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy pontatlan volt a régi válasz. Az egész kérdés rossz keretben lett föltéve, rossz nyelvezettel, rossz megközelítéssel, rossz látásmóddal. A deiverbum ennek a kapuját nyitotta meg, de nem végezte el a munkát. Nagyon érdekes, hogy Teobád ilyen szempontból olvasva akár a Fideszet Rációt, akár a Veritatis Splendort pont azt nézi, hogy hogyan halad előre a magisztériumban ez a probléma. Az új keretbe hogyan foglalom bele nem a rossz kérdést, hanem magát a témát, amit szeretnék megvilágítani. És innentől kezdve tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy hallatlanul bátorító látni azt az elképesztően mély konvergenciát, ami fönnáll a hagyomány felfogásban közöttünk ma. Világos, hogy ehhez a katolikus teológiának túl kellett lépni a kétformás elmélet barok torzulásán, és ugyanígy világos, hogy a luteri örökségnek is túl kellett lépni egy szélsőséges, monisztikus vagy fundamentalista szólaszkriptúra elven, de abban a pillanatban, hogy a két közösség ezt megtette, és két emblematikus útnak indító szöveggel ezt föl is vállalta, Onnantól kezdve ez az út járható, ezen az úton lehet haladni, és ennek az útnak van olyan eredménye, ami pozitív végkifejlettel kecsegtet, csak még éppen dolgozni kell rajta. De hát itt vagyunk egy teológiai főiskolát, mi mást akarnánk sem, mint ilyen izgalmas utakon járni és ilyen munkákon dolgozni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, a végemre értem.